Hát igen, figyelj, találjuk. Kezdhetünk? Kezdhetünk? Igen, indul a vonat. Tehát még egyszer, és a harmadszor tisztelettel üdvözlök minden kedves megjelentett érdeklődőt, akik elfogadták a Balatonbogári Városvédő Egyesület meghívását erre a kerekasztal beszélgetésre, ami véletlenül négyszögletesre sikerült, de igyekszünk kerekíteni. Arról szeretnénk néhány gondolatot váltani, hogy Gál Gaston és kortársai milyen értékeket hagytak ránk itt Balatonbogláron, örökségül, és hogyan sáfárkodunk mi ezzel az örökséggel. Nyilvánvaló célunk, hogy ismerettekkel ássunk el mindenkit, akik itt megjelentek, annak érdekében, hogy a beszélgetésünk minél konkrétabb és tárgyszerű legyen. Az est meghívott beszélgetőtársai Kalász Zoltán úr, a két éve megjelent Gál Gaston című könyv szerzője, és aki a könyvével elindította ezt a gondolatot, amivel hát már ide jutottunk, hogy ilyen szép számmal megjelentünk, összeállt egy számunkra szerzők és alkotók számára érdekes és értékes esti anyag. Ezen kívül körünkben van dr. Szibert László, Gál Gaston leszármazottja és jogos örököse, de ebből az alkalommal megengedte, hogy mi is örökösnek érezzük magunkat, ugye? Ezt a közjegyző előtt megerősített. Velünk van Horváth Iván helytörténész úr, akiről azt állítják, én magam is, hogy ami nálam nincs meg képben, meg írásos anyagban, az nem is létezik Balatonbogláról. És két fiatalabb generációhoz tartozó képviselők, akik a jövő örököseit hozták el közénk, Fogel Gábor, és elfogadta a meghívásunkat, de sajnos még késik, Németni Hegyi Bernadett. És természetesen beszélgető társunknak tekintjük a közönséget, önöket, titeket. A játékszabály az, hogy bármikor valamilyen kézfeltartással, izgéssel, mozgással lehet jelezni, hogyha valakinek hirtelen hozzászólni valója vagy kérdése keletkezik. A végén erre szervezett formában is lesz lehetőség. Mi a célunk? A mai es célja, hogy megértsük az örökhagyók életének céljait, leltárt készítsünk tárgyi, szellemi, erkölcsi hagyatékról, és előretekintve megkíséreljünk egy víziót felvázolni az örökség ápolásáról. A tervezett programunk szerint az első részben Kalász Zoltán könyve és további dokumentumok alapján Horváth Ivánnal közösen felvázolják a kort, Gál Gaston és örökhagyó társai életét, gondolkodásmódját. A második részben megpróbálunk leltárt készíteni az örökségről Horváth Iván és az általa összegyűjtött dokumentumok segítségével. Majd a harmadik fejezetben a Matthias János Technikum és Gimnázium 10A osztályos tanulói segítségével, akik itt vannak körünkben, majd név szerint is megismertetünk velük. Képet kaphatunk arról, hogy miként emlékszik Móra Ferenc a Gál Gastonnál tett utolsó látogatására. Mindeközben, mint említettem, mindenkor be lehet kapcsolni a beszélgetésekbe, és javaslatokkal lehet segíteni, kialakítani az örökség ápolására vonatkozó nézetünket. Én leszek az est moderátora, Steiner László vagyok, és megpróbálok az idővel jól gazdálkodni, úgyhogy ha néha egy kicsit úgy durva leszek, akkor ez emiatt van, hogy szeretnék ma este hazavadni. Az est végén szeretettel várjuk önöket, titeket a büfénél, a beszélgetés folytatására kötetlen formában, néhány finom falattal és italokkal, köztük Katona Ferenc úr, kedves borásztagunk által adományozott borokkal, vagy borral, és ezzel hangulatosabbá tenni az estét. Ezzel én át is adnám a szót Horváth Ivánnak és Kalász Zoltánnak, hogy tartsák meg székfoglalókat. Köszönöm szépen!
Igen, tisztelt a Balaton Boglár, illetve akkor még Boglár a 1800-as évek végére egy kiépült kis falu kereskedelmi. Egy kereskedő által létrehozott kisebb falu, kiépülnek az első utcák, a Bosch utca, a mai Dózsa György utca, valamint a Szabadság utca. Majd a képen láthatjuk, ez 1902-ben készült, az épülő patikával, és még a posta, illetve akkori takarék helyen nincs meg, nem épült meg, az látszik. De most ugye Vaskon innen déli oldalra épül a város, de a Balatonpart még igencsak ősi állapotban látható. Ami ugye a fürdő egyesület, tehát a fürdő életnek a kezdetét jelenteni. 1900-ra itt már kezdődik az építkezés a Vasúton északi oldalán látható, és 1884-ben Balaton-Füreden megalakul a Balaton Egylet. Az ott résztvevő emberek, résztvevők elhatározzák, hogy mindenki egy-egy falut felvállal, és elindítják a balatoni kultúra fejlődését. Ez így kerül sor, hogy Balaton Müller Boglár, Süvegi Vilmos, újságíró, újságtulajdonos vette párfogásával. A akkori időben, a 90-as évek, 91-es években a községet a közbirtokosság irányítja, bíróval az élet, illetve a prominensebb gazdagabb, vagyosabb emberek. Ezzel a képen látható egy határozat, ahol a választmány eldönti, ha elindítjuk a fürdő életet, ahhoz pénz kell. 1900. október 6-án készült, hogy fürdődíjat szedtek minden lakostól, illetve a gyaralótól. Itt láthatjuk a 903-as képviselőtestületi névsorokat, ugye Gál Ernő, Körmendi Ferenc, Gróf Sumcsi Géza, Venceli Pál, Fisli Jakab, Simon Valadár, Dr. Tegledi Zsigmond, Rővesfony Jakab, Bárány Pál, Frank Károly, Gál Goszton, Zinger Mor, Somogyi Pál, Faragó Sándor. Ezek minden valamennyien tehetős földesurak, illetve tehetős kereskedők. 1900-ra elkezdett építkezése. Elsőnek ugye a Balaton partján, ugye Ingoványban mocsaros a terület, így az első terület, ahonnan lehet építkezni, a vasútállomás mögött lévő mai Hunyadi utcában, a Lőve és a Madél Villa telep alakult ki először 1901-1902-ben. Majd ugyanakkor a Bártom nyugati oldalán megindulnak a nagyobb építkezések, a Bán Gáspár birtoka volt valamikor, az örökösök kiparcellázták, és megindult rajta az építkezés. Ekkor Boglár lakossága 945 főre tehető. Tehát beszéltünk arra, hogy Simegi Vilmos fölvállalja Boglár patronálását. Ő azt mondja, hogy újságíró, illetve újság, Budapesti újságnak a tulajdonosa, és nagyon sok prominens emberrel tartja a kapcsolatot, ami segíti a Boglárnak a fürdő életének kialakítását. 1904-ben Balatonfüreden megalakul a Balaton Egyesület, a Balaton Szövetség. Ott szintén a 1880 éves négyes határokat fölkarolják és jobb szervezésre bízták. Ezen a gyűlésen Gyulai Gál Gaston és Süvegi Vilmos vesz részt, az ön értekezett, nem ennyit tovább. Tehát ők alapítják a Fürdő Egyesületet 1904-ben meg Balaton Bogláron, célkizítéssel, hogy fölvendítjék a város, illetve a falut. Mert itt átadnám a szót Galáth Zsoltnak, a rádomnak, a Gálgoszra ismerésére, majd később az visszatérjük rá. Köszönöm. Ja. Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Engedjék meg, hogy egy kicsit ilyen más szempontból közelítse meg ezt a két embert, amit annak idején nem írtam le, de lehet, hogy le kellett volna írni. Ugyanis Süvegi Vilmosról most megjelent egy könyv, akkor még azt nem ismerhettem, Szibet Laci barátom ajánlotta, és napokban jutott hozzám. A
és a, egy nagyon értékes könyv, mindenkinek szívből ajánlom, és a szerkesztőnek a gondolatai nagyon érdekesek. Ugye, visszavetnénk az első képre? Akkor úgy... A legelsőre, igen. Ugye itt a Sümegivel kezdeném. Ugye Sümegi valamikor Kohn Vilmos volt, Csabrendeken éltek, Csabrendek, és utána beköltöztek Sümegre. És amikor 18 éves lett Sümegi, 18 éves, akkor bátyával együtt felvették a Sümegi nevet, majd később kikeresztelkedett, de végig tulajdonképpen hithű keresztény volt, de a zsidó vallását sose tagadta meg, és a felekezeti békének a nagy harcosa volt a keresztények és a zsidók között is. Na most mind a két férfiben az a közös, hogy egy gyönyörű utat járnak be. Egy nagyon termékeny, egy azt jelenti, hogy értékteremtő. Fölkerül Pestre a családjával, és ott Terézváros és tulajdonképpen az Angyalföldnek a legjobb mecénása lesz, és ő ott lesz majd képviselő, és a fővárosi közgyűlésnek is a tagja. Közben 1904-ben Gyergyó Szent Miklóson meghal a képviselő, ekkor még a monarchiában vagyunk, ugye, és megnyeri a választásokat, és a székelyeknek a jótevője lesz. Nagyon sok székely település tulajdonképpen kitüntetésben részesíti. Tulajdonképpen 1918-ig a háború befejezéséig ő székelyeknek az egyik jótevője. Közben Balatonbogláron vesz telket, épít rá, és tulajdonképpen bekapcsolódik a boglári életbe is, és itt is tulajdonképpen, ami majd összeköti Gál Gasztonnal, az egyik elem az a Balaton kultusz. Balaton kultusz. Na most akkor itt megállok Sümegi Vilmosra, és akkor Gál Gasztonról. Gál Gaszton törzsökeres nemesi családból származik, tulajdonképpen Hunyadi Jánosig vezethető vissza a nemességük, és ők a nemesített levéllel. Azt jelenti, hogy ők birtokot kaptak, és adománybirtokkal lettek nemesek, mert lehetett másképpen is nemes, de ez volt, amikor ők bekerültek a listába, amit minden évszázadban felülvizsgáltak, hogy valóban a nemességeket tudják igazolni. Most a Gál Gaszton Székesfehérváron egy nagyon jó iskolába, középiskolába végzett, Vekerle, akkor Szegfi Gyula is ebbe a piarista gimnáziumba végzett, majd utána Grácba folytatta a tanulmányait, és visszajött Mosonmagyaróvárra, ahol tulajdonképpen akadémiai gazdász végzettséget szerzett, utána elment saját gyakorlatra, majd a Coburg-hercegi birtokra került, és ott tulajdonképpen ornitológiai tanulmányokat is folytatott. Majd erre még visszatérnék. Most hol van a kettő között a találkozáspont? Mindegyiknek az egyik szerelme a Balaton volt. A másik pedig, hogy alapjában véve, vagy zsigereikben volt, hogy jót tenni az embereknek, segíteni. És nagyon érdekes, hogy mit vallanak az emberekről. A Gál Gaszton is azt mondta, nem azt néztem, hogy kicsoda, hanem hogy hazájának a hülye embere és becsületes polgára, vagy sem. Ugyancsak Sümegi is azt fogalmazta meg, a születési arisztokráciát automatikusan nem tiszteli, de az értelmiségi arisztokráciát és a tennivaló embereket igen. 1904-5 a magyar történelme belpolitikai válságoknak az időszaka, és egy átmeneti kormánynak a két minisztere lesz, tulajdonképpen mert mind a ketten a függetlenségi párt eszmeiségehez tartoztak, és felszól a Gál Gaszton, hogy aki egy ilyen két kormányban szerepet vállal, akkor az egy bizonyos körből távozzon, mert tulajdonképpen annak a körnek az értékeit megszegik, és mivel nem tudják ettől eltántorítani, ezért megjegyezte Sümegi Vilmos, hogy ennek a Gál Gasztonnak kellene országgyűlési képviselőnek lenni, mert kellenek az ilyen jellemes emberek. És tulajdonképpen ez a két dolog találkozik itt, hogy az egyik a Balaton kultusz, amiről már az Iván is beszélt, a másik pedig, hogy politikai nézetük is tulajdonképpen
függetlenség volt, a Simegi Vilmos be is lépett a függetlenség pártba, és prominens személyiség lett, a Gál Gaston az ő színeikbe indult, és így lesz ő is képviselő 1906 és 10 között. Utána Gál Gaston nem indul, viszont Simegi Vilmos a háborúig országgyűlési képviselő lesz. Tulajdonképpen, ami még a képek alatt van, tehát a Balaton örökség meg a szivárvány, tehát itt már az Iván elmondta, hogy ezt a Balaton kultuszt a Simegiék indítják el, de mind a ketten, és van itt nálam egy olyan határozat, és ügyesen megtalálták, hogy hogyan kellene finanszírozni a Fürdő Egyesületet, hogy feladatot adnak nekik, és a feladat cserébe a beszedett fürdődíjaknak egy részét átengedték. Tehát tulajdonképpen nem egy ajándékozás volt, hanem arról volt szó, hogy fordítsák ezt szép dolgokra. És amit meghatároztak a Siófokon, a Balatoni Szövetségnek a ülésein, azt tulajdonképpen belefoglalták a Balaton-Bogári Fürdőegyesület, meg a többi fürdőegyesületnek az alapszabályába, és azt kezdték el megcsinálni, és ezért lesz egységes. Ugye, platánfák, ezt javasolták, akkor a fürdők, akkor, hogy ott is meg volt új kikötőket hoznak Péter Bogláron is, tulajdonképpen az első kikötő az itt van a Platánskannál, és azt elbontják is a másik helyen, akkor azt javasolják, hogy a kikötők és a vasútállomások között már ahol volt vasútállomás, legyen egy út, hogy az áruszállítást meg tudják oldani. És így szép lassan, ugye itt a Csendőrlaton, nem tudom, a bogáriak tudják, itt a teniszpályák elején volt, a Csendőr laktanyától lelefelő részen Bozótos volt, ők írtják ki, akkor a déli vasút társasággal el tudják intézni, hogy a vasút mellett, ami most szép sétán, hogy azt átadják kezelésre, ők fásították be, és így szépen, fokról fokra, azt kell mondani, hogy nagyon tudatosan és szervezetten csinálják a fürdőkultúrának a kialakítását. Jó, többen nem elég. Hát itt látjuk ugye azt mutatom, hogy hát ez már az új strand, és akkor valószínűleg most így mutatnám, hogy itt van az új moló, de én inkább a másik képről beszélnék, hogyha lehetne, mert menjünk tovább. Igen. Jó. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt vannak még az igazi eredmények. Na ez az új tulajdonképpen strand, ami a 27-28-as évekre elkészül, és megvan itt is a rend, hogy a kabinokat hova helyezhették el, és nagyon szép leírása van, mutatnám, hogy akkor egy ilyen kis, most azt mondanám, szórólap ott hoztak létre, igaz, hogy egy 33-as, de gondolom, hogy már előtte is volt ilyen, és a hívószó, a gyermekek paradicsoma, Balaton-Boglár, és nyaraljon Balaton-Bogláron. Az akkori technikával egy nagyon szép kis kiadvány ez. Akkor ez a Gál Gastonnak a területén épült, nem területén, mert ajándékba odaadta a községnek ingyen. Ez a négytantermes iskola, amit most a szakközépiskola még használ. Ugye? Ez az óvoda előtti. Akkor ez a kép, ez a missziós nővérek, amikor ideérkeznek Balatonboglárra, őket is Gál Gaston hozza ide, és óvodát, akkor egészségnevelést tartanak, segítenek a szociális ellátásba, és befogadja őket a település, és támogatja őket a képviselőtestület, mert a bérük egy részét ők fedezik. Ez a parókia, ez most a templom építés. Na most a templom építésnél is tulajdonképpen itt van ez a háromszög. A település
ad két telket, Simregi pedig felvállalja azt, hogy az egyik legnagyobb szponzor lesz, és a zsidó közösségek rengeteg pénzt adnak a katolikus templomnak az építésére. Van egy ilyen kis sztori, hogy a dr. Kocsis Iván egy akkoriban egy merész tervű templomot képzelt el, és ez nem tetszett a veszprémi kanadokoknak, de nem tetszett a püspöknek se annyira. És amikor másodszor elment a templomépítő társaság, hogy beszéljen a püspökkel, akkor is ugyanez volt a vélemény, és akkor azt mondta Simregi Vilmos, hogy rendben van, akkor visszaadjuk az eddig összegyűjtött pénzt, és a püspökség gondoskodjon, hogy legyen Balatonbogárnak temploma. Nem volt utána ellenvetés, és megkezdődött az építkezés. Tehát így voltak gondok. Ide viszont még egy kép hiányzik, hogy az eredeti mit volt. Tulajdonképpen Varga Béla, akit 29-ben neveztek ki Balatonboglárra plébánosnak, 30-ban kezdte meg igazából a tevékenységét. Van még időm, vagy? Jó, akkor. És ő volt a megbízott, két fontos feladata volt, az elődei egyik se tudta teljesíteni, és őnek is sikerült tulajdonképpen a templomépítés és a hitéletnek a felvirágoztatása is. Akkor még csak egy képet, és akkor befejeztünk, még valamire szerettem volna mondani, de lehet, hogy a Zivának az eredeti képe volt, nem ez? Ez se? Na ez. Tulajdonképpen ugye, amikor Gálgaszton 32-ben meghal, ő volt a Kisgazdapártnak az elnöke, és akkor elhatározta az akkori vezetés is, hogy minden évben, vagy a fontosabb évfordulókor megemlékeznek Balatonbogláron. Ez 1946-ban, és azok a politikusok jöttek el, akik tulajdonképpen az országos választást megnyerték, ugye a II. Világháború után. A Tildy Zoltán, a miniszterelnök, és ő lesz a köztársasági elnök, és a Nagy Ferenc, aki tulajdonképpen a miniszterelnöki székbe lép majd, és Varga Béla a nemzetgyűlésnek az elnöke lesz, ők sétálnak fel Gálgasztónak a sírjához. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, önzetlenül mind a két ember támogatta Balatonbogár fejlődését, saját vagyonukból adtak, és a pozíciójukat a közösségnek a fejlesztésére szolgálták, és ezért tulajdonképpen a társadalmi munkáikért, azon kívül, hogy Gálgasztón és nagyon jogosan, ő volt ennek a városnak az első kitüntetettje, aki diszpolgári címet kapott, de nem csak Boglárét kapta meg, hanem megkapta Lengyel-Tótitól is a 60. születésnapján, és később megkapta Simregi Vilmos is. Elnézést, hogyha egy kicsit tovább tartott. Zoli, örömmel köszönöm, hogy nem tartott tovább. Jó, nagyon szépen köszönöm a két úrnak a tartalmas előadását, és még jön az Iván? Ja, akkor még lehet, az Iván. Ott az én mondtam, hogy elnézést kívánok. Ha már tudtál valamit. Elnézést kérek. Zoli már említette, ugye, hogy Szent Iványi Róbert volt az első boglári plébános, de nem plébános volt, mert nem volt templom, csak káplán lehetett, és ez Simregi Vilmosnak köszönhető, mert ő hozta haza Erdélyből ezt az embert. Tudni kell róla, hogy igen magas műveltségű katolikus pap, és ő felvállalt azt, hogy Balatonboglárra elhozta ide a Szent Iványi Róbertet, akivel először megalapítja az egyházközséget, majd utána a Szent Iványi Róbert kérésére 1925-ben meghívják a missziós nővéreket. Tudni kell ahhoz, hogy a faluban a szegénység, a nyomorúság, ugye a csemétvilágban nagyon szükség volt egy új arc, és ezt az apásztal vállalták föl. Először gyermekórát csináltak, utána egy egészségügyi tanfolyamokat tartottak, és ennek köszönhetően elindult a templomépítés is, és utána, amikor 29-ben távozni kellett Boglárkirályt álmodott, akkor érkezett Balatonboglárra Varga Béla, és átvette az ő szerepét. Köszönöm.
szépen. Miután ilyen jól gazdálkodtak az urak az idővel, kérdezem a tisztelt közönséget, van-e kérdés? Itt valaki jelentkezik, kapja. Tessék vigyázni a hajvakarásra. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Folytatva meg kell, hogy emlékezzünk Móra Ferencről. Móra Ferenc és Móricz Zsigmond többször is járt Balatonbogláron, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolt mind a kettő, mint Sümegi Vilmossal, mint Gál Gasztonnal. Az egyik ilyen látogatása után Móra Ferenc írt egy novellát, aminek a címe Utolsó látogatása Vágurnál. A novella színpadra állítását vezette és a diákot felkészítette Kis Gabriella, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. A két fiatalember Móra Ferencet és Gál Gasztont fogja itten helyettesíteni, vagy megszemélyesíteni. Gál Gaszton Rostás Attila. Móra Ferenc pedig Dörfer Patrik. A narrátorok pedig Alimov Mia, Szél Rebeka és Pavag Noémi. Móra Ferenc, utolsó látogatása Vágurnál. Azt hiszem, mire ezek a sorok elérnek Balatonboglárra, akkor a Gál Gaszton már bevon a föld alatti várba, az egyetlenbe, amelynek nyugalmát nem kell félteni a támadó élet ostron létáitól. És attól félek, a különös Vágurnál... Állami berendezkedésünkből. Aki se jóért, se rosszért soha le nem tért a maga útjáról, most még kevesebb fontosságot tulajdonít a róla nyilvánított véleményeknek, és teljességgel nem méltatja figyelemre, kinek mi volt hozzá az utolsó szava. Nem is lehetne oka kételkedni benne, hogy utolsó órák párnáit csak ugyan országos félt és igazgatta a feje alatt, és utolsó útját őszinte részvét szegte be olyan vízőrséggel, amilyenre kevés pályatársának van kilátása a mai világban. Nem csak az a sok újságolvasó gyászolja meg, aki fejét csóválva csak annyit mondott, nagy dolog ez ebben az országban, ahol mindenki akasztott. Hogy elnye ez a szegény Gál Gaszton. Hát ezért kár volt. Még a politikusoknak is kell hinni, hogy nagyon őszinten sajnálják a balatonboglári képviselőt, és a halott úr tisztelője a tradícióknak, már csak ezért se polemizált volna velük, noha kritikus álma volt, és nem szokta titkolni a meggyőződését. Nem tartotta volna illendőnek megkérdezni, hogy... Hogyha vezér voltam, miért nem állítottatok a zászlóm alá? Ha bölcs voltam, miért nem hallgattatok rám, és elismertétek forró hazaszeretetemet, miért nem bíztatok rám a hazából többet Balatonbogláltnál? Nem. A hallók nem emelte kérdése karját a szónó gesztusával. Hallgatott, szíve fölött a kezére kulcsolt olvasóval, és arcán a semmivel se törődés királyi nyugalmában. Nem csak a ma vált előtte közömbösség, hanem a holnap is. Nem űzött fényt magából, de az alázatoskodás búza csak olyan messze volt tőle, mint az önimádás. Tudta, mit jelent a mai magyar életben, és számított a holnapra, amikor még többet fog jelenteni. Most már minden mindegy neki. Az is, ha néhány év múlva mennyi nevet kell még adni megtanulni, az övét már ritkán lehet hallani, és akkor is olyan formán, hogy is hívták csak? Bál, nagyon derék ember volt. Igen, olyan franciás keresztnél volt. Az, Gál Gaszton. Lehet, hogy így történik. Történelmet nem csinálhatott, botrányok kövében nem véste a nevét, és anekdoták monumentuma nem maradt utána. Más pillére ma nem igen van a közéleti maradandóságnak. Én mindössze egy anekdotát hallottam róla. Egy politikus író barátom mesélte, aki annyira nem vállalja se a politikát, se az irodalmat, hogy már is a memoáljait csinálja, de csak élő szóval. A koalíció összeomlás után jelentették Tisza Istvánnak, hogy az új pártnak talán a 48-as Gál Gasztont is meg lehetne nyerni. Mit szól hozzá?
Semmi kifogásom ellene. Felelte Tisza. Nagyon becsületes, jó szándékú, hasznos és tiszta ember. De mikor belépési nyilatkozatot aláírja, mindjárt írassátok alá vele kilépő nyilatkozatot is. Mert olyan politikai párt soha nem lesz a világon, amelyeknek a fegyelmét ez az ember kötelezőnek ismeri el magára nézve. Neki csak az az igazság, amit ő is annak ismer meg. Azt hiszem, ez szóról szóra így volt, és ezt tette Gál Gaston az utolsó tizenvalahány év magyar politikájának egyedül való egyéniségévé. Egészen jól el tudom képzelni a török világban Balatonboglári várkapitánynak, akinek nagy a becsülete az impériumban is, meg a hódoltságban is, és mindenütt úgy gondolnak rá a népek, hogy ő lehetne a megszabadító. De se Eszterházi Nádor, se Tököli Imre nem lehetett volna belőle, mert se Bécsben nem uralkodott volna, se Konstantinápolyban. Nem dicsekedhetem azzal, hogy jó barátságban voltam Gál Gastonnal, bár most már nem cáfolnám meg, ha ráfognám is. Párszor találkoztam vele, és bizonyságát adta annak, hogy szívelhetett. Abból az időből van vele egy elintézetlen ügyem, és ezt szeretném most nem behozni, amikor utolsó látogatásra én is elmegyek a váróhoz. Egészen bizonyos, hogy az én látogatásom csak úgy nem érdekli már, mint a másé. Ha érdekelhetné, megcsillen a szeme, amelyet én sohasem láttam komornak a cikkel mögött. Elégén, mégiscsak ki csináltad, hogy a tiéd lesen az utolsó szó. Nem tudom pontosan, hány esztendeje, mikor egy hónapot Bogláron töltöttem. Néhány kedves arcom kívül két tárgyi emléke is van annak a nyárnak. Az egyik egy kis sejem zászló, gombjukba való, gombos tűnyele van, s a három titokzatos betű rám hívezve. Az a Boglári Kultúrnök klubjának a jellénye volt, amelynek engem is tagjává fogadtak ezzel a zászlócskával, de nem avattak föl, s így a történelem számára ennek is csak a neve marad meg. A másik egy névjegy, a Gál Gaston kézírásával, ez a szövege. Móra Ferencnek megengedem, hogy akkor sétáljon át a Várhegyen, amikor akar. Gál Gaston. Boglári Várhegy meglehetősen kivirít a síkból. Már a vonatból kinéztem magamnak, hogy azon töröm én ki a nyakam, ha lehet. A vasút felé néző szakadékos oldalán olyan foltokat láttam feketélni, amiket a bronzkori ősember hagyhatott ott. Úgy gondoltam, hogy kötélen leereszkedem én odáig, s megpiszkálom a hamut, mit hagytak benne az akkori politikusok, akik bronzbartával verték fülteven egymást. De aztán hamarosan megmondták, hogy nem parog a nyakam semmi veszélyben. A Várhely nem közbirtok, hanem magántulajdon. Megvette a községtől Gál Gaston, akinek a másé akkor se kellene, ha rátapasztanák, de a magáira nagyon tud vigyázni. Ha ő valahová táblát tetett a birtokán, hogy a tilos az átjárás, nem ajánlatos próbát tenni, mert akik a tilos úton élnek, azzal igencsak eljáratták a így aztán, vagy egy hétig csak a szívem fájt a Várhegyért az Árpád utcából, ahol laktam, s amelytán még most is őrzi az emlékemet. Csúnya elsős nyár volt, feneketlen dárgvány az Árpád utca. Egy este ott ragadt a fél sárcipőm a kocsi üdegetjében. Mint praktikus ember, mire szárazra vergődtem, lehúztam másik kalucsit is, és utána hajtottam az elsőnek. Csak otthon vettem aztán észre, hogy nem is ragadt le az első, csak a lábamhoz szapadt hozzá. Az elhajtott kalucsira értem, hogy őrzi az Árpádusza. Majd egyszer kiássa valamelyik kollégám, mint Galerius császár szandálján. Második héten aztán megkaptam a Várhegy urától a belépőjegyet. Az akkori plébános szerezte, Isten szíve szerint való nagypap, aki belül viseli az Urimot és a Tumimot. Ezt nem mindenki érti, de ő igyes, mert orientalista, nem amatőr, hanem nagy készültségű igazi tudós, egyetemi magántanár. Az illendőség úgy kívánta, hogy köszönő látogatást tegyek a Gálfőrián. A Gálfőr akkor már nem volt házelnök, és még nem volt pártelnök. Nagyon szeretetre méltóan fogadott, igen jó ízű beszélgettem vele. Mégpedig a vetési gardról, hogy hasznos madár-e az, vagy káros. Én, mint törvénytisztelő ember, azt mondtam, hogy hasznos, mert a törvény is megállapította róla, hogy pusztítja a mezőjegeret. Gál Gaston, mint Hermann Otto kez alatt növekedett ornitológus. Talán szintén ezen az állásponton lett volna, de Gál Gaston gyakorló gazda is volt. Azt én jobban tudom. Nevetett.
Való igaz, hogy a varjú felvágja mezei enger hasát, de csak azért, hogy kiszedje belőle a búzaszemeket. Úgy gondoltam, hogy az végeredményben egészen mindegy, milyen intenciói vannak a varjúnak. A fő az, hogy csak ugyan pusztítja a mezei egeret. Az nem úgy van, barátom. Csóválta a fejét a varjú, aki megjelenésében inkább kántortanítóhoz hasonlított. A törvénynek mindig nézni kell a szándékot is, és az ilyen betyát nem szabad a törvény oldalma alá helyezni, mert az még a jót is rossz szándékkal teszi. Ekkor újra meggyőződtem róla, hogy nekem semmi érzékem sincs a politikához. Mert éreztem, hogy ez se nem a gazda, se nem az ornitológus, hanem a politikus álláspontja. Az a politikusé, aki mindig az igazságot keresi. Politikáról azonban nem beszéltünk, se most, se azután. Csak egyszer taposkáltunk a szélén. Valami előadásfélét tartottak velem, alig hanem az építendő templom javára. Nagyon meglepett, hogy eljött Galgaston is. Bogler másik híres embere, Sümegi Vilmos kísérte. Este volt az összejövetel, az eső is zúgott, s ő akkor is könnyített. Nem szoktam este kimaradozni. Beteges is vagyok. De látod, te érted, csak eljöttem. Mondta az előadás után. Értettelek is, vallottam meg neki, hogy sohasem lesz belőle többet házelnök, ha kitudódik rólad, hogy én téged még megmételjeztelek. Megölel, és akkor mondott nekem egyet mást arról, hogy mi a mi nagy bajunk. Kenyerünk sincs, mégis terejt akarunk szegni. Ez volt a végső megszövegezése a diagnózisnak. Közmondást idézette, vagy a maga szentenciája volt? Nem tudom, de azóta sokszor eszembe jutott. Elintézetlen ügyem pedig úgy támadt vele, hogy mikor egyszer a Várhegyen bogaráztam, észrevettem, hogy leves embercsontokat kapálnak ki a munkások a szőlőben. Persze, hogy roppant izgalommal siettem Galgastonhoz. Tessék, jól sejtettem én. Ha szerencsénk lesz, még az ős rökmagot is megtaláljuk. Már csak a haját természetesen, mert a belét megették az esőcsinálók. Biztosra vettem, hogy ő is örülni fog a dolognak. Hiszen Birkinben tartogatta azokat az őskori edényeket, amiket gondolom a kastély kapujában találtak valami építkezés alkalmával. Tudod-e, méltóságos uram, mi van a szőlődben? Fanyán mosolyan válaszolt. A csontodra gondolsz, ugye? Tudod, pedig én azt tartom, hogy ami az Isten a föld alá szánt, legjobb azt ott hagyni. Igazad lehet. Mondtam elkeseredve. De miért nem hagyod ott a krumplit, mikor azt is föld alá szánt a teremtő? Ezen aztán szívből elnevette magát. Hát, ha a szület után eljössz, majd beszélhetünk a dolgokról. Többet nem vitt Boglárig az életem útja. Most elmegyek, íme, utolsó tisztelgésre a Várhegy urához, és azt mondom neki. Nem lehet az, Galgaston, hogy politikai becsületességed, amire most rácsukják a krift ajtót, ha föld alatt maradjon. Így majd levetítjük a temetésről a mi magyar... Mi van? Tessék? Hát az van. Hát akkor menjünk. Csak meg kellett neki. Most levetítjük, vagy nem? Hm? Akkor közkívánatra levetítjük. Csak hozzám a gondolom, hogy nem. Arra kell utalni? Arra utaljuk. Most már mindenki tudja, hogy hány éves vagyok. Az is, hogy alterászok van. Tessék? Az is, hogy alterászok van. Hát az is, hogy van, igen. Na, amíg itt babrálnak a technikai tudósok, szeretném
röviden összefoglalni, hogy én mit hallottam az elmúlt 3-4 órában azokról az értékekről, amiket eddig én hát ebből a néhány momentumból megjegyeztem és megértettem. Alapvetően az értékek 4 csoportját rögzítettem, amit nagyjából egyébként az Zoli könyvéből is már lehetett jegyzetelni. A természeti környezet, annak fenntartása és fejlesztése. Ma ezt tudjuk a leginkább. Azt hiszem, hogy ezt nyugodtan mondhatom. Második terület, Balatonboglár városi elsodásának, még szótagolva se tudom kimondani, városi elsodásának víziója, a jövő városának tervezése és a megvalósítás megindítása. Hát ez egy, az én szememben egy óriási dolog, hogy ilyen volumenű embereknek víziója volt. A harmadik terület együttműködés, a társadalmi összefogás támogatása. Én nekem 2 kulcsszavam van, mint vállalati ember a sikerhez. Az egyik az együttműködés, a másik a kölcsönös tisztelet. Tehát itt megjelenik az együttműködés, Balatonboglári Fürdő Egyesület, és egyáltalán minden olyan felekezetekkel, meg különböző csoportokkal való együttműködés, ami Boglár városát segítette. És végül, de nem utolsó sorban, az átláthatóság, amiről a Móra novellában érintőlegesen volt szó, de erről azt hiszem, hogy még a későbbiek során fogunk pár gondolatot váltani. Nem tudom, hogy a temetést megkezdhetjük-e. Korabeli filmiradó, és egészen jó minősége van, aki ebben a szakmában jártosabb, mint egy Sóti Pista, azt hiszem, ezt igazolja. Itt mennek föl, rengetegen vannak. FN és a hangerő. Alul van az FN és az hangerő. Tehát azért itt lehet látni, hogy micsoda tömeg kísérte útjára. Azt a harang szól, szinkronizálok. Nem, szabad segíteni egy kicsit? Igen, majd. Csak a temetésről, bocsánat. A temetésről azt írták, hogy Kossuth Lajos temetése óta ekkora érdeklődéssel nem volt temetés Magyarországon. Ez már a következő. Ja. Ez egy heti filmiradó volt, ahol azt hiszem 3 ilyen eseményt hoztak be egymás után. Jó, hát akkor feladjuk a technikával mi mondásunkat. És most szeretnénk az örökségnek egy ritkán látható részét bemutatni. Tagjaink, szimpatizánsaink néhány korabeli újságcikket gyűjtöttek össze, aminek egy-két példányát itt most másolatban megjelentettük eredeti lejjel papíron, és ezt most szeretnénk bizonyos adaptációval előadni, adaptációként előadni, azért, mert ezek a cikkek borzasztó hosszúak, borzasztó míves szövegűek, és ezt muszáj, hogy elolvassa, akit érdekel, de nem könnyű. Ugyanakkor a rövidebb változat, amit most még meg szeretném mutatni, az nagyon szól. 2 újságcikkről van szó. Az egyik újságcikk Bordély Andor újságíróval készített interjú, az újság című délutánonként megjelenő budapesti napilapból 1929. szeptember 29-én jelent meg, azzal a címmel, hogy vissza kell állítani
a törvények uralmát. Erről kérdeztük, illetve erről kérdeztem Gálgasztont. Várni kell még a technikát, hogy megjelenjét az úr. És megint nincs hangunk. Ez a 4 hete volt a Híd a generációk között című előadásunk, ez már ennek az eredménye. Én magam körülbelül egy évtizeddel ezelőtt kezdtem a harcot a demokrácia túltengéjével, túlhatalmasodását. A kérdés az volt, hogy visszakelte a törvények uralmát címmel, ez hangzott el. Állami berendezkedésünkből ki kell írtani minden luxust. Meg kell szüntetni a túlhajtott állami centralizációnak, az agyonadminisztrálásnak bürokratikus rendszerét, amely amellett, hogy drága, lassú és rossz, egyben minden korrupciónak is meleg ágya. Meg kell szüntetni minden felesleges bürokráciát. Meg kell védeni a bürokrácia túlkapásai ellen az adózó polgárság természetes szabadságjogait, és minden még erőszakkal érvényben tartott háborús rendelet azonnali, végleges érvénytelenítése mellett vissza kell állítani a törvények uralmát. Lehetetlenné kell tenni és példásan meg kell torolni a törvények rendelkezéseivel ellentétes minden hatalmi túlkapást. Véget kell vetni az összeférhetetlenségi helyzetek morális méteinek,
a köztisztviselők és politikusok összeférhetetlenségi kötelékeinek. Tűzzel, vassal, ha szükséges, külön törvényhozási intézkedésekkel ki kell írtani minden korrupciót, sőt annak látszatát is, bárhol, bármely burkolt formában is jelentkezik az. Egy évvel később az Esti Kurír 1930. július 16-i szám, július 26-i számában Ludwig Dénes által készített interjúban is tovább ostorozta Gágaszton a túlzottan centralizált közhatalmat, ami a közelkölcs, a közmorál romlásához vezet, és melegágyja a korrupciónak, visszaéléseknek. Én magam körülbelül egy évtizeddel ezelőtt kezdtem a harcot a bürokrácia túltengése, túlhatalmasodása és visszaélései ellen. Akkor kiáltottak ki a köztisztviselők ellenségének, holott ez sohasem voltam. Csupán a bürokratizmusnak, mint intézmény elfajulásnak és a visszaéléseknek voltam és leszek is mindig az ellenfele. A helyzetet mindennél világosabban igazolják a most már tűzhányóként kirobbanó, sajnálatos köztisztviselői panamák. Drákói szigorral kell elbánni minden bűnössel, tekintet nélkül az állására vagy atyafiságára. Nem csak határozott politikai álláspontot képviselt, de a közgazdaság területén is tudott ma is helytálló elemzést és javaslatot adni a politikai vezetés részére. Az újságban így foglalta össze a mezőgazdasági ágazat gazdasági problémáit akkor. Minden üzem rentabilitásának két tényezője van. Egyfelől a termelési költségek, másfelől az értékesítés lehetősége. Az értékesítés lehetőségének tetszés szerint való fokozása nem áll módunkban. A kereslet és kínálat törvénye agyonver minden ügyeskedési kísérletet. A kérdés tehát egyoldalúan, csak az értékesítés problémájánál fogva elintézni, teljesen elhibázott gazdasági politika. Szerint véleményem szerint a termelés költségeinek, tehát a rezsinek, közterhek, elhasznált anyagok és eszközök beszerzési ára a lehetőség határáig való leszállítása az a terület, amelyen az eredmény reménységével dolgozhatunk. A közterhek igazságosabb és a teherbíró képességhez mért arányos elosztása, továbbá a gazdaggyilkos vám és kereskedelmi politikánk gyökeres megváltoztatása az a két arkánum csodaszer, amelyek segítségével a katasztrófát megállíthatjuk. Miután azonban az ilyen intézkedések nyomában az állami bevételek csökkenése jár, természetes folyamányként kell ezekhez a kérdésekhez múlhatatlanul csatlakoznia az államháztartási költségek legmesszebb menő megszorításának, a takarékosság kérlelhetetlen behozatalának. És mik a politikai tervei? A többségi párthoz nem tartozó képviselő mi alapon tervezgetne nálunk bármit is? Mindössze azt tehetjük, hogy hirdetjük, amit igaznak és az ország érdekében állónak tartunk, s várjuk, hogy a kormány és a többség, melyek a helyzet minden alakulásáért kizárólag felelősek, azokból mit és mennyit hajlandóak megvalósítani. És ez így lesz, amíg a nemzet egyszer más nem gondol. Az azonban bizonyos, hogy a nemzet az utóbbi időben nagyon gondolkodik. Gágaszó hangját Gyuri István művész úr tolmácsolásában hallottuk. Állami berendezkedésünkből. Még egyszer hallottuk. És közkívánatban harmadszor. Ennyit mondott Gágaszton ebben a feldolgozásban, az újságban többet. És szavain mélyen elgondolkozhatnak azok is, akik helyett most a nemzet próbálkozik gondolkodni. Ezt az újságíró írta 1929-ben. Minden vélemény szívesen veszünk. Következő vélemény. Ez egy nagyon speciális helyzet, amikor ő ezt mondta, azt gondolom, hiszen azt mondta, hogy 29 az első interjú. Én csak amatőr vagyok, de az mindenkinek mond valamit, hogy a két világháború.
között vagyunk. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben, nem akarom a politikát, tehát Horthy Miklósnak kell felépíteni az új rendszert. Nem mennék olyan részletekbe, de amiket ő most mondott, annak mind a Horthy kormányzóságát azt tette lehetővé, hogy ilyen adminisztrációt és ilyen bürokráciát épített ki. Okay. Végig kell olvasni ezt a részt. Tehát a 18 és a 19 a fiamomból következik az, ugye ő azt mondja, hogy mindaddig nem adom át a... Nem mondja azt, hogy az önkormányzósága, tehát az állami berendezkedés mindenből nagyon speciális, és ezért csak ilyen közigazgatást tudsz fenntartani, rossz mindenki tudja, és persze azt mondja, hogy az alkotmányos volt is emögé bújik, és éppen mindig minden a többség miért volt a végső szó. Az ő következtetése. Köszönöm szépen, erről még sokat fogunk akkor vitatkozni, és már nagyon örülök ennek. Tehát amit ő most mondott, annak van egy ilyen nagyon kemény háttere. Köszönöm szépen, ez vitaindítónak is tökéletes. Köszönöm, hogy elkezést kérek csak. Nem, én örülök neki, mert... Hogy ő miért ezt hívja. Bocsánatot kérek, én is tanultam nagyon kevés történelmet. Elnézést kérek, én a matur vagyok. Én is. Egy azt tudom mondani, hogy azok a szavak, amik most elhangzottam, azok egy az egyben megfelelnek a mai politikai helyzetnek. Lehet ezzel nem egyetérteni, de attól ezek a szavak még igazak mára is. Horthy és Orbán között. Az én számomra nincs nagy különbség, mind a kettő diktátor volt. Én az időért felelős vagyok. Ezek a gondolatok holnap reggelig előrejelzik a beszélgetésünket. Én szeretném befejezni az újságíró szavait, és utána majd teret engedünk a beszélgetésnek. Nekünk el kell gondolkoznunk azon, még egyszer 1930, hogy egy becsületes, tisztességes, hazáját szerető ember sajtóban dokumentált örökségének, intelmeinek, tanácsainak hogyan tudunk megfelelni, hogyan tudjuk ezeket a mindennapi életben képviselni. Tehát ez túllép azon. Utolszó. Ez már az én utolszavam. Majdnem 100 év telt el a cikkek megjelenése óta, de még nem mondhatjuk, hogy elvégeztük a feladatot. Azt hiszem, ebben egyetértés van közöttük. Csak egy példát szeretnék felhozni. Különböző mértékadó felmérések szerint hazánk korrupciós helyzete nem javult, jelenleg az Európai Unió legkorruptabb országává váltunk. Nincs gazdasági világválság, nincs háború. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy hogyan kezeljük ezt az állapotot, a gárgasztani örökség részévé tekintjük-e, és ha igen, akkor hogyan visszük tovább. Én azt szeretném megkérdezni most a közönségtől és beszélgetőtársainktól, hogy az elhangzottaknak volt-e olyan eleme, amire előremutatóan, a jövőre mutatóan reagálni szeretnélek. Mert ennek a beszélgetésnek az lenne a célja, hogy ahogy vezetünk az autópályán, csak annyit nézzünk a visszapillantó tükörbe, ami ahhoz szükséges, hogy előre tudjunk menni balesetmentesen. Úgyhogy átadom a szót a közeles közönségnek és beszélgető társadalmat. Mindenki van? Ha közelebb beszél, akkor ha van. Most? Jó. Oké. Szóval én azt látom, hogy ugye a központi centralizálás az most nagyon folyik Magyarországon. Tehát ennek le kell épülnie. A civil szervezeteknek aktívabban kell működniük, és azt látom, hogy a fiatalságot bele kell vonni abba, hogy mi lesz a jövőjük, hogy milyen országban akarnak élni. És ez fontos. Tehát én azt látom, hogy a múltkori generáció közötti beszélgetésről volt szó, hogy az én generáció nem látta, és az alfa sem nagyon látja azt, hogy bevonnánk abba, hogy mi jó nekik, és mit akarnak esetleg.
ami igazságosabb világot teremtene. Köszönjük szépen! Laci, rövid. Ja, Köszönöm szépen! Abban a világban, amikor ő mindig ellenzékben politizált, ellenzékben szólalt föl, mindig meg is hallgatták. Ez egy nagyon fontos dolog, amit még utána a temetése utána hallgatott az újságban, elhangoztak a nekrológ meg egyebek. A másik oldalról, az úgynevezett nem ellenzékkel szembeni hatalmi oldalról kapott olyan üzeneteket, olyan dicséreteket, ami ma egy példaként lehetne. Egy kisebb, de talán személyes dolog Sümegi Vilmoshoz kötődik, aki igaz, hogy a pénzét vesztett országban egy komoly adományt adományozott a Balatonpolgár iskolának, azzal a célra, hogy minden év végén gyerekeknek, jogtagoknak egy ajándékot adjanak, és hadd mondjam büszkén, az édesanyám is kapott ebből az ajándékból egyszer. Igaz, hogy elsírta magát, mert ő cselédlány volt, és nem a gyűjtelme a pénzt kapta. Köszönöm szépen. De ezt ajánlanám ma Balatonpolgán élő, jómódú embereknek ezt a macinásságot. Jó estét kívánok! Mindenkinek köszönöm, aki megtisztelte a mai estét, a szervezőknek is, és én szeretnék visszatérni, egy kicsit földjáróbb leszek, szeretnék visszatérni arra, amit négy tanulság pontként mondtál. Az első a természeti értékeink védelme. Elhoztam a Várdon fásítást, az eredeti fásítási tervet, ami a birtokomban van. A lényeg az, hogy a fát nem csak elültetni kell, és kipipáltuk, azt ápolni kell, és vigyázni kell rá, és mindenkinek vigyázni kell rá. Erről egy sztorit azért elmesélek, annak idején megvádolták dédapámat, hogy amikor a fekete fenyőkkel telepítette be a Várdombot, hogy nem engedett fel embereket a Várdombra. Kutyásokat, igen. Hát azért nem engedett fel embereket, hogy azok a saját kezűleg locsolta, speciálisan kiképzett kis teknőbe telepítették annak idején a fekete fenyőket, saját kezűleg locsolta, és azért nem engedte fel, hogy azok a fekete fenyők megmaradjanak és meg is eredjenek. Azért óvta az emberektől már akkor is ezeket telepített fekete fenyőket. Sajnos úgy néznek ki, ahogy ma kinéznek, és tanulság számunkra az, mindenki látja, az utóbbi időben azért történtek fa telepítések, nem elég eltelepíteni, úgy, ahogy mondtam, azt fel kell nevelni, és a közösségnek vigyázni kell rá, az összes természeti értékünkre. A második, amit mondtál, és igyekszem röviden lenni, hogy jövőben mutató gondolataik voltak Boglár település fejlesztését illetően. Azt azért ne felejtsük el, hogy ők azt ismerték fel Balatonbogláron, hogy a Dél-Balaton parton a Dél-Balatoni vasút három megállójának egyike volt Balatonboglár. Ugye volt egy Balaton-Szentgyörgyön, volt Balaton-Szárszon, ugye Iván? Illetve Balatonboglár. És ugyanez megvolt az északi partra, az összeköttetés. Adta magát a helyzet, és ők ezt nagyon okosan felismerték, hogy egy olyan kivételes helyzetbe került a település, ami egyrészt kereskedelmileg nagyon fontos volt, másrészt ide vonzotta a látogatókat is. És ezért indultak el azon az úton, amerre elindultak, mint a strand, sorolhatnám most. Az Iván sokkal jobban elmondta, meg a Zoli barátom sokkal jobban elmondta. A harmadik, amiről beszéltél, hogy ha jól emlékszem... Társadalmi összefogás. Igen, társadalmi összefogás. Erről is majd mesélek egy sztorit. A társadalmi összefogás,
Akkoriban három felekezet működött Bográron, a katolikus, a zsidó, illetve a református. És színtől, fazontól függetlenül mindenki képes volt összefogni a település érdekében. Nem volt gyűlölködés, nem volt megkülönböztetés, mert én zsidó vagyok, én katolikus vagyok, én akármilyen is vagyok. Mindenki képes volt odaállni a közösen megfogalmazott célhoz. Ugye van milyen ismeretlen fogalom ez? Politikai kultúra, de mielőtt bejöttünk, beszélgettünk, hogy a politikai kultúra ebben az országban kihalt sajnos. Erre mondtad, hogy nem csak a politikai kultúra. Jó magam a rendszerváltást követő második ciklusban a megyei közgyűlés tagja voltam. Akkor még bármelyik politikai szél a bármelyik tagjával lehetett emberi hangon beszélni, és amiben megegyeztünk, az úgy is volt. Na most valaki a maival hasonlítsa össze. Nem régen volt pedig ez. Mi volt a negyedik? Átláthatóság. Igen. Szótagolom. Átláthatóság. Még egy mondatra szeretnék az előzőre visszatérni. Nagyon fontosnak tartom, és nagyon sok helyen, nagyon sokszor elmondtam. Attól, hogy valakinek a véleménye eltér, attól nem a másiknak az ellensége. És ezt az ellenségképet sajnos le kell vetkőzni ahhoz, hogy bármi is változzon. Mind helyben, mind az egész országban. Mert ma a bevett gyakorlat az, aki nem úgy gondolkodik, mint én, magyarul nincs velünk, aki nincs velünk, az ellenünk van, az ellenség. Ezt le kellene vetkőzni, ott a példa előttünk, ahogy a működött annak idején, senki nem azzal foglalkozott, hogy valakinek eltért a véleménye, tiszteletben tartották, meghallgatták, sőt, figyelembe is vették, hogyha olyan javaslat érkezett. Átláthatóság. Meg kell nézni, én is tudnék párat mutatni, meg kell nézni pár építkezés meghirdetését, pályáztatását akkoriban, hogy milyen precizitással írták ki, és milyen ellenőrzésen ment keresztül, közösségi ellenőrzésen ment keresztül, minden nyilvános volt, és az akkori testület rendszeres beszámolót kért mindenféle építkezésről, az utolsó fillérig el kellett számolni, arról nem is beszélve, hogy ugye az volt a gyakorlat annak idején, amit mi is szerettünk volna meghonosítani Bográron, hogy amennyiben lehetséges, akkor a helybéli vállalkozókkal dolgoztassunk és vegyük igénybe a szolgáltatásaikat. Az átláthatóság az, ha nincs meg, akkor joggal működik fel, mindenkiben a gyanú, a korrupció gyanúja. És a nyilvánosság a legnagyobb kontroll. A legnagyobb kontroll mindenek felett. És most egy nagyon személyes dolog, a mostani testület egyik legelső döntése az volt, hogy a nyilvánosságról szóló normatív határozatunk, hogy ezentúl Balatonbogláron minden szerződés nyilvános lesz. Úgyhogy minden szerződés nyilvánossági záradékot kap, aki ezt nem írja alá, az a nem kötünk szerződést. Röviden ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen, Laci. Szeretnék segíteni neked, meg a Zolinak is, mert én nem olvastam a könyvedet, csak olvasgattam. Igen. Ezek az az előnye, hogy ki tudtam írni ilyen címszavakat. Gárdasztón idején az átláthatóság a következő buzzwordöket, következő hívószavakat tartalmazta. A társadalmi kérdésekre válaszolni kell. Tehát nincs olyan, hogy lehet, nem kell. Korrupciómentes ügyintézés, határidők betartása. Sajnos itt van egy rossz hírem, a 4 héttel ezelőtti generációs előadásból azt szűrtük le, hogy
a boomereknek, meg még az utánunk jövő X-eseknek a határidő az valami fontos volt. A X-esek, Y-sok és a alfásoknál határidő egyre... Mondhat egy mondatot az ita. Ez csak egy mondatot szeretnék kiegészítésként, hogy a Jankovics szelepi kis templom egyrészt közösségi előközösből is épült, másrészt a jankovicsi nagyok tudtak kormánytól, állami bankoktól pénzeket szerezni, de ami érdekesség, hogy 1936. május 15-én kezdték el az építkezést, és 1936. augusztus 15-én misét tartottak. Igen. És volt templom is? Három hónap alatt, gyakorlatilag nem tájtemplom, de úgy tudom, hogy a bogári templom építése se tartott sokkal tovább. No, visszakapható? És a negyedik, de tulajdonképpen a harmadik pont, a testületi bizottságok működtetése, amit most nagy örömmel vettünk tudomásul, hogy visszatért ez a gálgasztoni örökség, valahogy, legalábbis már lehet látni. További kérdések vagy hozzászólások? Nem jelentkeztél? Itt jelentkeztek egy... Elnézést, csak... Bocsáss meg, hát köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt jelen lehetek. Én ilyen átfogó... Egész közel? Igen. Úgy jó lehet. Én ilyen átfogó ismeretekkel nem rendelkezem, mint az előttem szóló. Hát nem tudok jobban. Én ugyan olvastam Zolinak a könyvét, és ezt a világot, amit ő itt ábrázolt, illetve Gálgaszton idejében történtekről, ugye mindenkiben kialakulhat egy ilyen érzelmi szál, ami alapján a párhuzamot tud vonni a mai történésekre. Úgy gondolom, hogy a generációkról generációkra való átörökítés ez, ami nagyon fontos lehet. És itt talán érzek egy kis szakadékot, ami a jelenkort így ábrázolja, megjeleníti. Ez az átörökítődés, ez így megszakadt. És ezt kellene valahogy visszaállítanunk. Ennek nagyon nagy jelentőség lenne az oktatásnak, hogy az oktatásnak a színvonala az elérje azt a szintet, ahol a diákok mindennapjaiba belekerülhet ez a gondolkodásmód, illetve az az erkölcsi útmutatás, amit megkapnak otthon a szülőktől, illetve a tanároktól. És hogy ennek a kettőnek nem szabad elválnia egymástól. Tehát, hogy ha a kettő szint elkülönül egymástól, akkor ilyen tudathasadásos állapot alakul ki, és a gyerekek nem tudják hova tenni az adott információkat. Ugye most elég sok minden volt a közelmúltban, gondolok itt a Covid-ra, a jelenlegi zajló háborúra a közvetlen közelünkben, és ezeket az információkat tudni kell kezelni. Ugye ebben a korszakban, amikor Gálgaszton élt, akkor az információknak az áramlása az viszonylag lassan történt. Most egyik percen megjelenik egy hír, majd egy fél órával, órával később akár ennek a fordítottja. És ezt kell tudniuk kezelni a felnőtteknek és a gyerekeknek úgy szintén. Na, és ezeket a dolgokat kellene elsődlegesen így rendbe raknunk, de hát ehhez az egyéni felelősség ez megkérdőjelezhetetlen. Múltkor itt a iskola igazgató asszonya beszélgettünk egy kicsit, és hát rákérdeztem arra, hogy iskolaőrt alkalmaz most már a legtöbb iskola sajnos. Az én álláspontom szerint sajnos, és hogy ő erről mit gondol. És hát ezt lelkesen mondta, hogy itt is van. Én ezen egy kicsit így elábrándultam, hogy rossz érzéssel töltött el. Mert hogy itt ugye ez is azt jelenti, hogy a szülők, illetve a tanároknak a kapcsolata, az nem elégséges ahhoz, hogy ugyanazt az álláspontot képviseljék minden tekintetben. Úgyhogy erre a korszakra visszatekintve talán ez az erkölcsi és morális hozzáállás
ez kell, hogy újra fölé legyen, és megjelenjen a mindennapjainkban. Köszönöm, kedves szeretném. Köszönöm szépen. Tényleg csak azért szeretnék szólni, mert a kérdés az volt, hogy mit csináljunk, vagy mit kellene a örökséggel. Azért, és a bevezetőben egy gondolatot nem vittem végig, hogy miért van az, hogy két ilyen nagyszerű ember, akit szerettek, és a korukban egy bizonyos részen tiszteltek, mégis feledésbe merül. És azért így válaszolnék önnek kicsit, hogy a Horthy adminisztráció mindent megtett, hogy Gálasztonról ne legyen jó, mert egy ellenzéki pártnak a vezetője lett. A Sümegi Vilmos meg már 1938-ban halt meg, de akkor már tudjuk, hogy a szélsőségek nagyon benn voltak a magyar politikai életben. Nekem a kérdésem az, hogy miért nem kerül vissza a nemzeti emlékezetbe ez a két ember. Volt rendszerváltozás, ugye? Volt egy nagy fellendülés, és utána, ezt kimerem mondani, tulajdonképpen ilyen vagy évfordulókor, vagy amikor valami aktuális eseményhez lehetett valamit kapcsolni, akkor megemlékeztünk róla. Tudom, hogy most a barátom nem örül neki, amit mondok, de egy ember volt, aki minden évben vitt koszorút tulajdonképpen nem csak a dédapjának a megemlékezésére, hanem Varga Bélának a sírjára is, csendbe, meg misét kért neki. Ugyanakkor, mint a városnak a volt kép díszpolgára, tehát hagytuk feledésbe. És én még abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én Varga Bélával személyesen tudtam beszélni, tényleg megtiszteltetésnek érzem, és ő, amilyen szeretettel beszélt Gálasztonról. Kár, hogy akkor nem volt annyi képességem, hogy felvegyem Magnóra, mert tulajdonképpen én akkor éreztem, hogy ő szeretné visszahozni Gálasztont a köztudatba, és hogy örüljenek a városiak, hogy egy ilyen ember volt a tulajdonképpen a két világháború között, meg azt megelőzően, ami ebből a Boglárból, mert akkor tényleg azt mondták, hogy valóban Balaton-Boglár a Balaton-Boglára. És én is azt az utat szeretném keresni, és ebben jó lenne, többen lennénk, hogy csendesen, de mégis mindennapokban jöjjenek vissza ezek az emberek, és adjuk meg nekik a tiszteletet. Tehát sok-sok beszélgetés, meg sok-sok kis megemlékezés kell ahhoz, hogy tulajdonképpen ez megvalósuljon szerintem. Köszönöm szépen, többet nem szól. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt hozzászámunkra a két ember, illetve ezek az emberek munkásságával, életében. Az a csodálatos, hogy saját önző érdekeiken felül tudtak kerekedni, és olyan közösségi munkát végeztek, ami miatt Boglár a 20-as, 900-as évektől 1930-ig egy poros kis faluból egy turista, turistáknak befogadó, virágzó kisváros lett. És ez maximálisan az őrzőnk, és képesek voltak úgy összefogni, hogy ahogy hallom, esetleg politikai nézeteik nem is voltak 100%-osan azonosak, de mindenki Boglárért, egy közös célért dolgozott. Köszönöm szépen a szót, Bornika úr vagyok, és a Szépen Laci bácsihoz szeretnék, gondolatai szeretnék egy mondatot felolvasni ebből a dokumentumból, ami Balaton-Bolgár Várton Park szakhatósági hozzájáruláshoz való tájépítészeti tervét, meg egy részlete csak, 2010-11-26-án kell ez a dokumentum. Tájképi kert növényei cím szóval ez az egyetlen mondat fognak meg engem. Azt írja, hogy a terület fő karakterét adó fekete fenyőket megkívánjuk őrizni, amelyiket lehet megfiatalítjuk, a pusztulókat pótoljuk. Ezt a jelenleg a Várdonban székelő Kft. Rendelte meg ezt a szakhatósági engedélyt megkéréséhez. A másik gondolat, amihez hozzáfűznék, a Városvédő Egyesület tudja, hogy az átlátható
hatósága veszünk baripám, és hoztam egy pár 15 darabot, azt hiszem, ebben a kis kimásolt dokumentumból. Ez a Józsefvárosi Önkormányzatnak a honlapja. Ennek a működése, a Józsefvárosi Önkormányzat működése a honlapon, hát szerintem elég részletesen követhető. Ők átvették három cégnek a Transparency International, a K Monitor és az Átlátszónak az önkormányzatok működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló dokumentumát. Ez valamikor a 2014-ben jelent meg először, egy pár önkormányzat ehhez csatlakozott is akkor. Hát ma már sokkal többen vannak, kb. 200 fölötti az önkormányzatok száma, aki ehhez csatlakozott. Ez egy úgynevezett minimum program, ami a nyilvános működést, a közérdekű maradék éléseket, az átlátható költségvetési gazdálkodást, nyilvános szerződéskötések és közbeszerzések dokumentumait, az önkormányzati tulajdonú vállalatok elszámoltatását és az elszámoltatható döntéshozók címszóval a tablaja tulajdonképpen az önkormányzatnak a működését. Ez a weboldal tagolása? Ez a weboldalnak a tagolása, ez teljesen nyilvános. Én azt gondolom, hogy kopírozásra alkalmas a történet. Természetesen hozzájuk kell fordulni a kopírozás ügyében, de szerintem készséggel állnak rendelkezésre. Ebből a több példát is hoztam, és akkor ütalják kétesen, meg oda is tudom adni az önkormányzat képviselőtes történet tagjának. Köszönöm szépen. Elkezdtük ezt egy városállat. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy átkodjunk. Én úgy vélem, hogy elindultunk ezen az úton. Szemben látható és kézzel fogható módon. Nyilván van, akinek nem tetszik. Mi állásfoglalásunk az, hogy minden bográrinak mindenhez köze van. Szóval ennek szellemében igyekszünk tenni a dolgunkat, mindenki látja majd, nem szeretnék elébe menni semminek sem. Fél év múlva, ha találkozunk, akkor nyilván más dolgokról fogunk beszélni, mert addig azért sok minden alakul a mostanihoz képest. Remélhetően tesszük a dolgunkat, igyekszünk tenni a dolgunkat, ennek szellemében, ami leírásra került. Mi nem csatlakoztunk, mi saját magunk gondoljuk úgy, hogy ezt így kell csinálni, és így kell tenni. Köszönöm. Van olyan további hozzászólás, hogy én ehhez szeretnék egy tapasztalatot megosztani mindenkivel, veletek. Pár hónappal ezelőtt elkezdtük a közérdekű adatigényléseket gyakorolni, és némi tréning után el is kezdett működni nem kis szenvedések árán. Nem mi szenvedtünk, ezt megmondom őszintén. És rá kellett jönnünk, hogy ahogy Aurél barátom mondta, a ló rossz végén állunk. Mégpedig azért, mert miután a városban nem volt szokás ezeket a közérdekű adatokat sehol se kitenni, ezért azoknak az elővakarása és a mi számunkra, vagy a önkormányzati szervek által úgy vélt, hogy nekünk ez a forma kell, előkészítették. Tehát munkát öltek bele, hogy mi ehhez hozzáférjünk, és utána mi rájöttünk, hogy nekünk meg munka ezt kibogozni, mert hát eléggé összetett munka volt. De mennyivel egyszerűen lenne, ezek mind olyan adatok, amit ott a helyen upstart a webben, eleve úgy kell csinálni, hogy az oda kerül, mi meg eleve úgy állunk hozzá, mint a kedves városlakók is, hogy megnézzük, hogy mi van fönt.
és akkor ettől meg tudjuk magunkat kímélni. Tehát ez egy jó és rossz tapasztalat volt. További észrevételem az, hogy a hivatal munkatársai pozitívan állnak hozzánk, meg ezekhez, de túlterheljük őket. Na most ezt mindenki ülhelni. Őszintén szóval én is. Én nem akarok senkit se túlterhelni. Tehát az lenne normális, hogy ez férjen bele az ő normál munkájukba, mert ha egyszer megcsinálták azt az adatot, vagy ezt a papírt, akkor jó szerével annak csak egy gombnyomásnak kéne lenni, hogy felkerüljön a weboldalra. A következő észrevételem, hogy amikor ezt beszélgetjük érintettekkel, akkor olyan válaszok érkeznek, hogy majd a rendszergazda megoldja, majd az IT akárki megoldja. Ez egy őrült nagy tévedés. Egyetlen egy vállalat sem tud működni úgy, hogy majd a rendszergazda megoldja. A megrendelőnek meg kell mondani, hogy mit akar látni, és a rendszergazdának, vagy az IT-snak azt meg kell valósítani. És utána vissza kell mérni, hogy azt csinálta meg, amire szüksége van a megrendelőnek. Tehát magyarul elindult valami, mi magunk is rossz irányt vettünk, mert túlterheltük a hivatalt, és nem érjük el azt az eredményt vele, amit szeretnénk, de megmozdult valami. Laci, a te hozzászólásodra a Józsefvárossal kapcsolatban. Én világ életemben szerettem a copy-paste-et. Tehát, hogy valamit lemásolok, aztán majd fejleszgetem. Tehát minek találjam ki a meleg vizet, amikor Józsefváros kitalálta, vagy a 6. kerület is kitalálta. Jó, Józsefváros 70 ezres, Bográr meg 6. Tehát egy az egyben biztos, hogy nem lehet átadni. De egyszerű valamit adaptálni a mi számkize szerint, mint nullára indulni és végig szenvedni. Hány évet szenvedtek? 9. Hát a 9-nek, ha csak a felét megspóroljuk, már megérte. Köszönöm szépen. Tökéletesen igazad van. Abban is, hogy neked dolgozott a hivatal egy-két hétig. Bocsánat, és nem tudták, hogy én vagyok, mert a Zitát küldték előre. Átláttak a Zitát. Ha valakit ütnek el, akkor ő megy. Be van kapcsolat. Átláttak a Zitát meg a Zitán. Ez a lényeg, de tökéletesen igazad van. A honlap statikus. Mindenki látja. Nem tölti be a szerepét, nyilván változtatni szeretnénk a dolgon, ezért mondtam azt, hogy kérünk egy pár hónap türelmet, mindent igyekszünk rendbe tenni, először a pályát kellett felfesteni, ahol focizunk, és mindenki focizik, hogy mindenki tudja, hogy meddig terjeszkedhet, és azután, miután ez megtörtént, a részletekbe menően hozzá fogunk nyúlni sok mindenhez. Hadd ne menjek döntés előtt elébe semminek sem. Mindenki tapasztalni fogja. A statikus honlap megváltoztatása is e közé tartozik. Köszönöm. Akkor mondhatok azt, hogy választóörökséggel mégis itt van közöttünk. Eszmeiségét értjük, tudjuk és folytatjuk. Ez kérdés volt? Nem. Én szeretném megkérdezni az ifjú generációt, hogy mit vettetek le ebből a mai estét? Itt az öregek hülyeskednek, vagy mi? De jó, van is tovább. Tovább a nevet adni. Na, a közöttem nincsen sem. Nos, hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne továbbvinni az örökséget, amit ránk hagytak, mivel nem hiába hagyták ránk. Úgy gondolom, hogy azt nem feltétlen egyedül kell egy embernek meghoznia, hanem igenis vissza kell állnia egy közösségnek ahhoz, hogy tudjon fejlődni. És mindenképpen szerintem nem szabad egymás ellen menni, hanem támogatni egymás döntéseit. És a végén megnézni, hogy mi lett belőle, és hogyha ha jó, akkor együtt örülni neki, hogyha viszont nem, akkor viszont együtt fejleszteni tovább.
és kicsit izgulunk. Nem akarsz így mindig polgármester? Majd egy jó. Igen, ez most így hirtelen jött, de én úgy gondolom, hogy tényleg együtt kell dolgoznunk ahhoz, hogy fejlődhessünk. És a fejlődés útja nem feltétlen mindig jó felé vezet először, de először meg kell nézni, mi az a rossz, hogy onnan tudjuk, hogy már kell jó felé menni. Tehát tudni kell, mi volt rossz, és azt fejleszteni jó felé. Köszönöm szépen! Én úgy tudom, hogy kisebbségben vagy több, de ez van magad. Köszönöm a szót. Szép van. Ezt itt szeretnék venni. Máskor nem vagy? Lehet, hogy lehet. Este alatt én két gondolatot fogalmaztam meg magamban. Az első az, hogy mikor lehet menni sütizni. Tényleg jó szinte! A második az volt, hogy az említett borból kaphatok át. Hány éves volt? 18. Remélem, hogy politikával annyira nem foglalkozom még. Ráérek. Nem érsz rá, nem érsz rá. Basszus, akkor nem érsz rá. Szokták jönni zseppénzt a szüleikkel? Hát nem igazán. És nem is kapsz semmit? Hát kollégiummal. Ezért gondolkoztam, hogy itt van, ugye? Ah, kollégius vagyok. És akkor honnan szerzel a pénzt? Hát két hetente kapok azért. Akkor már is politizálsz. Miket mondasz, hogy kapjál pénzt? Indul a vonat. A jövő politikusok. Én hátra támaszol Patrikban. Háttal nem kezdünk mondatot. Ugye találkozunk? Háttal nem kezdünk. Igen, a Patrik fonyolódik különben. És bocsánat, amikor a generációk előadásra szórtam a lapot, bemegyek egy boltba, és mondom, itt van, elolvassa, szóval nagyon érdekes, de én Lellei vagyok. Hát, mint tanárom is mondta, én nem boglári vagyok, eddig annyira nem is foglalkoztam itt a... Hát így, semmivel körülbelül. Én itt átjártam biciklizni, aztán körülbelül ennyi volt az összes kapcsolatom itt Bogdára. Viszont attól még érdekesnek tartom a történetét is, mert így általánosságban a városok gyönyörű szép, és szerintem a kilátás valahol jobban alkalmazza, mint az otthonokban jó. A építészetben is, meg általánosságban is jobban használja a kilátást. Ezért... Szóval neked jobban tetszik Bogdán? Hát, néhány aspektusban. Néhány szempontból jobban tetszik Bogdán. Ezeket a ilyen esetéket, ahol összejön a emberiség, a név, ezeket én fontosnak tartom, hogy megosztjuk a véleményünket, amiket a kedves osztályosok mondtak, ezekkel mindegyet tudok érteni. Már ami a sütit illetve. Így van. Most várod, hogy nem tudom, én nem vártam el ezt annyira. Gondolkoztam, hogy hallgatom, amikről itt volt szó, de így most, hogy a véleményemet így meg kell osztanom, erre nem számítottam annyira. De akkor még érdekesnek tartottam mindent, amiről itt szó volt. Amiről mi itt előadtunk, azt is teljesen egyébként érdekesnek tartottam, és... Köszönjük szépen! Amit megosztott a munkás cikkeket, ez a két újságcikk, ami megjelent a videóban is, a kevesebb sikerrel, aki a teljes cikket, illetve újságot
meg szeretné nézni. Nálam kérem, hogy jelentkezzen, és e-mailben el tudom tudni továbbítani, mert ez több egy kis része az egésznek. Köszönöm szépen. Hátal nem kezdjük mondatot, tehát én nem kezdek hátal mondatot. Azt szeretném mondani, hogy először is Titának, hogy szívesen feltenném a honlapnak. És akkor a honlapon is láthatóak lesznek a cikkek, és akkor nem kell az ételt túlterhelni. Csak, és a másik pedig az, hogy hogy nekünk felnőtteknek tényleg komolyan bele kell vonnunk azt a gyerekeket a közösségépítésbe. Ez mindenhol érvényes, nem csak Balatonbogáron. Amit itt hallottam, az igazából nem kifejezetten bográriaknak szól csak, hanem mindenkinek az országban, hogy a saját kis térségében kezdjenek csapatokba belülni, és hát amit akkor csinált ez az két ember, azt folytatni, tehát ezt az összefogást, és menni előre, és csinálni, nyomni. Persze kellenek az önkritikák, amit mondott a kis hölgy, jól, hogy éppen merre megyünk, és megállni, és, de az, hogyha nincsen közösség, akkor mit adunk a kis hölgyeknek, meg a fiataluraknak? Tehát, hogy most elhangzott az, hogy 18 éves elmúltam, de nekem még nem kell gondolkozni. 18 évesek voltunk, én 18 éves voltam, amikor először szavaztam. Tehát kellett gondolkozni. Jó, oké. Provokáltad még, szerint igazolás sincs. Ó, bocsánat. Szóval, hogy de 16 évesen én már keményen politizáltam, mármint abból a szempontból, hogy nem csak zsebpénzt kértem, hanem tudtuk azt azért mindannyian, hogy merre hány méter a politikával. Most ők is tudják különben, de én mindig mondom, hogy csak lenne írják Orbán Viktor nevét a fogalmazásra. Nagyon ott vannak a politikában. Nem akarok belét folytani a szót, de ha így megy tovább, akkor én nagyon fogok örülni, mert az én tínédzser koromat fogod felidézni. Jó. Szóval a lényeg az, hogy az, hogy érdekli a politika, akkor azt merje felvállalni. Inkább az kell, hogy legyen. Azt lenne, hogy kire akar szavazni feltétlen, de... Köszönöm szépen. Baci. Köszönöm szépen. Rögtön, bocsánat. Merje felvállalni. Ez nem elég. Akár az országos, akár a helyi politikában, aki ezt felvállalja, ott példálózom most a felmenőmmel. Legyen felkészült és alapos. Döntést csak úgy tud hozni, hogyha képbe kerül mindennel. Lehetőleg. Ez igaz, csak hogy itt arról van szó, hogy a... Bocsánat. Nincsen semmi sem. Tudom, hogy miért volt szó. Hogy a fiatal úr, az teljesen képben van a politikával. És ezért mondtam, hogy... Igen, csak amit egy mondatot utoljára hallottam, ahhoz fűztem hozzá ezt a gondolatot, hogy nem elég a fejünket erre adni, aki erre adja a fejét, az vegye a fáradtságot, hogy felkészült és alapos legyen. Egyrészt a döntéshozás miatt, másrészt önök bombáznak, ti bombáztok bennünket kérdésekkel. Hogyan tudunk mi választ adni, hogyha mi nem vagyunk lehetőleg minél közelebb a tényekhez, és minél bővebb ismeretekkel nem rendelkezünk. Köszönöm. Csak egy mondatot szeretnék. Várjál, itt van a mikrofon. Egy mondatot. Válaszolj valaki. Hogy a kérdezőnek is fölkészült meg kell lennie. Ezt azért a fiatalok pláne ne felejtsék el, mert nekem 70 évesen már majdnem mindegy. De nektek az egész életetek előttetek áll. Tudom, fiatalkoromban olvastam egy könyvet, hogy ez milyen ijesztő. Én is nagyon féltem tőle, és most is félek tőle, hogy előttem a jövő.
de előttetek van igazából. Föl kell készülni. Köszönjük szépen. Én attól félek, hogy mögöttem a múltam, úgyhogy... Rendkívül örülök annak, hogy, az iskola, a felkészült tanárok felkészített ezeket a gyerekeket a mai estére, és azt hiszem, hogy ebből kéne egy kicsit többet csinálni. Nagyon megfogott a Fogár Gábor fölvetése, hogy az iskolának, az oktatásnak nagyon sok szerepe lehet abban, hogy a fiatalok, a jövő generáció megismerje ezt a várost, tehát több érkedőt, vagy kutatási feladatot lehetne a gyerekeknek több párbeszédet generálni. Nagyon, tehát hogy az iskolának nagyon fontos szerepe van abban, hogy a gyerekek a környezetüket és egyáltalán a társadalmi élethez való hozzáállásokat fejleszik. Mert azt hiszem, hogy a közérdek az egy nagyon fontos dolog, abban mindannyian részt veszünk, tehát beletartozunk a közbe, és nagyon fontos, hogy tudjunk egymással beszélgetni, tisztelni egymás véleményét, tehát a párbeszédben még nagyon, nagy igény van. Az emberek szeretnék megosztani a véleményeket másokkal. Én most nem akarom tovább én szót. A lényeget visszaadnám a tényleg a gondolat szülőjéhez, Gáborhoz. Mert ez kell az iskolának. Hát nagyon szépen köszönöm, Béla. Amit én kihangsúlyoznék még talán, amivel minden napokban találkozhatunk, bocsánat, nincs benne rutinom még, hogy a kritikus gondolkodás. Ugye a kritikus gondolkodás az nagyon-nagyon fontos lenne, de a kritika megfogalmazása, tehát ennek az útja, amíg eljutunk a kritikáig, ennek kéne a folyamatát úgy mindenkiben leszabályozni, a saját magának és ennek az igényességének így kell, hogy alakuljon. Ezt így a Facebook posztokon, egyéb ilyen platformokon, amiket így lehet látni, nagyon sokan megfogalmaznak úgy kritikát, hogy az ismereteknek nincsenek teljesen birtokában, és hogy eddig kellene eljutni, és ebbe az irányba terelni a gyerekeket is, hogy járjanak végig egy utat, és akkor csak utána fogalmazzanak meg olyan kritikát, aminek később már lesz azért bocsánat, visszahatása. Talán így szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. Bocsánat, muszáj meg érintett két, nem kell. Megszólítottként, érintettként. Csak egy példát szeretnék megemlíteni, hogy tavaly pont az én osztályom egy versenyen vett részt, amiben az volt a feladat, hogy Balatonbognár klímatudatosságát kellett bemutatni egy sétán keresztül. Az, hogy ezt mi meg tudtuk csinálni, a gyerekeknek rengeteg munka volt, kutató munka, hogy egyáltalán igen, hogy 1861-ben felépítették a déli vasútvonalat, és miért dőlt majdnem össze? Mert akkori mérnökök sem voltak hajlandók odafigyelni az ottani parasztokra, figyelj, ne építsél ide, mert most szárazságban, ha kijönt a Balaton, megy minden. Hát következő nyár, télen ment minden fenyves környékén. De ugyanúgy Balatonbognár, mitől van a Hétház utca, ami az egyik csoda szerintem Balatonbognáron. Ami negatívum, meg ami pozitívum. Facebookon 3 hétig hirdettük, hogy lesz egy ilyen klímasétán. Nem akarok újra mutatni, hogy kik voltak ott, és hányan. Balatonbogláról. Tehát nekünk nem csak az iskolának kellett bemutatni, nem csak a szülőknek, hanem esetleg az érdeklődő balatonbogláriaknak is. Na, azok nem voltak. Tehát lehet itt újra mutatni, hogy ezt kéne, meg azt kéne, de hogyha a tisztelt felnőtt közösség nem emeli fel a fenekét, és nem jönne egy fiatalok által megrendezett valamire, akkor miről beszélünk? Bocsánat, köszönöm.
bocsánat, vissza ezeket. Ani, teljesen igazad van, és az érdeklődés sajnos aláfagyott. Én ezt saját magamon is tapasztalom. Hajlamosak vagyunk szerintem mindenki beleülni abba a székbe, hogy a hétköznapok is apró történései lekötik a figyelmünknek a túlnyomó részét. És valóban ez hozzátartozik akár a neveléshez is, hogy ha tiszteljük már meg azokat, akik beletesznek energiát abban, hogy valamit előre mozdítsanak. Ez az elismerés mindenkinek szükséges. Ha nincs meg az elismerés, akkor a további munkát ezt visszafogja. És én nagyon köszönöm a gyerekeknek, amit előadtak, mert ebben is látszik, hogy tettek vele munkát, megjelentek, és ezzel emelték az este fényét. Köszönöm szépen! Még annyit ehhez, amit Anni mondott, hogy én úgy gondolom, hogy Bulgárod egyébként rengeteg program van, a legkülönbözőbb mindenféle kulturális egyéb program, és úgy látszik, hogy a Polgári Városvédő Egyesület azon kivétel esetek közé tartozik, akiknek a rendezvényére ilyen eljönnek, mint ahogy most is köszönjük szépen, hogy itt vannak, illetve a generációs előadásunkat is közel 80-an látogatták. Egyébként a honlapunkon, amit MSZ szerkeszt, fent van videócsatornánkon, YouTube csatornánkon, fent van annak is. Ja, nem, annak nincs, mert nem szabadott a generációs előadásra, nem szabadott sajnos videót csinálunk. De ebben a témában YouTube-on rengeteg elérhető videó van, nagyon érdekesek, érdemes meghallgatni. Úgyhogy köszönjük, hogy ennyien most is eljöttek, és hogyha esetleg van még kérdés, hozzáfűzni valamit. Akkor én szeretnék köszönetet mondani egyrészt a tisztelt közönségnek, mert hát azért nem kis eredményt hoztatok. Szeretném a szervezőket megemlíteni, Tapler Zita, Jezernicki Ani, Pataki Angél, Kim Sántikál, Solti Márti, Vigandorsi és Polnika Orjel. Szeretném megköszönni Tóth Zoltánnak, a Hónság cikket adaptációjának elkészítését, ami nem volt egy kis munka, most akinek a kezében van az eredeti újság cikk, az látja, hogy ezből hogy lett ennyi. Katona Ferencnek a kiváló borraiért. Nem tudom, hogy 18-szor hallja, akkor összekkel-e. A panel résztvevőinek nyilván is feleértve. Különösen az örökhagyókat és az örökséget bemutató Kalász Zoltánnak és Horváth Ivánnak szeretnék köszönni. A Matthiasz János Technikum és Gimnázium 10. A osztályos tanulóinak és felkészítők tanulóinak. Távollétében is Gyurics István művész úrnak és Bodrogi Attilának, a művelődésed igazgatójának, aki a kapcsolatrendszerét is felhasználva segített nekünk. Samu Mihálynak a nyomtatásért, ezek a újságok nem készültek volna az újságírók és Samu Mihály nélkül, és a tisztelt közönségnek. Nagyon szépen köszönöm. Még mindenkit szívesen látunk elől, a sütivel mindent jól, és nem bánjék, amíg a sütivel.